Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is szeptember 14-én. Mielőtt közölném azt, hogy mi történik ezen a napon, szeretném felhívni a figyelmeteket egy hírlevélre. Ez a newsletter, vagy hírlevél, ez októbertől indul, és ingyenes. Minden hónapban kaptok tőlem egy hírlevelet, ha ti ezt szeretnétek. Ebben a hírlevélben van egy téma, amiről én írásban beszámolok, vagy elmagyarázom, azon kívül minden hírlevélben leírom asztrológiailag, mi várható a hónapban, melyik napon, mire kell, hogy ügyeljetek. Minden hónapban bemutatok nektek egy angyalt, és leírom azt, hogy milyen tulajdonságai vannak, mit várhattok ettől az angyali energiától. És, ami még fontos, minden hónapban van egy jóslást, amit ti kedvezményesen kaptok. Tehát így spóroltok valamit. Ez a hírlevél, vagy newsletter, ez ingyenes. Nem kell semmit érte tenni, azon kívül, hogy írtok nekem egy e-mailt, feljelentkeztek erre a hírlevélre, és automatikusan minden hónapban ezt e-mailen keresztül eljut hozzátok, és, mint mondtam, ingyenes, azon kívül kaptok egy kedvezményt, minden hónapban egy jóslást a fele áron. E-mailen keresztül jelentkezhettek fel. Az e-mail címem newsletter@denderasuzannamedici.com. És most áttérünk a mai napra, Mizó is, szeptember 15-én. A mai napon hiányzik a könnyűség. Nem tudjuk úgy kifejezni magunkat, ahogy mi szeretnénk. A mai napon a hold a Pushya holdházban található. Az mutatja a belső hangunkat, az intuíciónkat, és ha mi erre hallgatunk, szerencsét hoz. Mert akkor a legjobb időben, a legjobb helyen vagyunk. A mai napon hat ránk egy nyílt csillagcsoport. Ezt a csillagcsoportot bölcsőnek nevezik. Erről a csillagcsoportról, erről a bölcsőről olvashatunk a görög mitológiában is. Elmesélem hozzá a történetet. Nagyon-nagyon régen az istenek harcoltak az óriások ellen. És úgy tűnt, hogy az óriások győznek. Az isteni erők már ezt fel is adták, ezt a harcot, aztán úgy nagyon váratlanul megjelent két szamár, és ezek a szamarak hangosak voltak. Az óriások nem ismerték ezt a hangot, vagy ismeretlen volt számukra, nem tudták, hogy honnan jön, és elhagyták ezt a harci teret, elfutottak, olyan gyávák voltak. És így győztek az istenek. És mivel a szamarak segítettek, így az istenek feltették őket a csillagképekre, igen, van két csillagkép, amit így hívnak, az északi szamár és a déli szamár. És ez a bölcső, ami a mai napon hat, ebből a bölcsőből ettek a szamarak. Én elmondtam hozzá ezt a történetet, ahogy a görög mitológiában ez le van írva.
A kérdés az, mit közöl ez számunkra? Mindenki elgondolkodhat ezen. Számomra ez a történet azt közli, legyünk hálásak, mert valaki segít, mondjunk köszönetet. A másik gondolat, ami még így foglalkoztat, hogy akármilyen rossz helyzetben vagyunk, akkor is, ha úgy érezzük, hogy elveszítjük ezt a harcot, de jön valaki, aki segít nekünk. Akkor is, ha ez egy szamár, de a viccet félre téve, most bepillantunk abba, hogy mi történik még a mai napon. A nap egy úgynevezett trigón kapcsolatban áll egy visszafele tekintő Plutó bolygóval. Ez a kapcsolat jó, harmonikus, segít nekünk. Plutó bolygó energiájánál mindig arról van szó, hogy le kell, hogy zárjunk valamit, vagy el kell, hogy búcsúzzunk valamitől, vagy valakitől. Gyakran itt félelmekről van szó, hogy tegyük át magunkat a félelmeken. A nap besugározza ezt, mutatja az energiánkat, Plutó, a belső erőnket, és a jövő, vagy ami jön, az kedvező és látható. A mai napon van egy szép kapcsolat a Merkur bolygó és a Hold között. Itt érzelmekről van szó és kommunikációról. Mivel hiányzik ez a könnyűség, és nem tudjuk magunkat szóban kifejezni, ezért jobb lenne, ha odafigyelnénk arra, mit közölnek mások velünk. És amit még éreznünk kell, ez a belső hangunk. És ez volt a felvételem Mizó is szeptember 14-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!